nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Link Réka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Testületi ülés. 8 napi rendi pontról döntöttek Faddon. Faluprogram Kétyen. Számos elképzelés megvalósul az idén. A múzeum érték. Idén is sok programmal készül a szekszárdi Wosinski Mór Múzeum. Kiállítás megnyitó. Fotókat tekinthettek meg Dombóváron. Összesen 8 napi rendi pontról döntött FAD képviselőtestülete idei első ülésén. A 2023-as év értékelése mellett számos fontos ügyről tárgyaltak. Több együttműködés és pályázati kiírás is fontos részét képezte a januári FADDI testületi ülésnek. A város az eddigi évekhez hasonlóan idén is kiírja az ösztöndi pályázatot roma tanulók részére, valamint a közterületek használatáról szóló rendelettel kapcsolatban is értekeztek. Az előző év értékelése szintén nagy hangsúlyt kapott. Tevékeny évet hagytuk magunk mögött, volt benne jó és rossz is. Én azt gondolom, hogy nagyon szerteágazó és nagyon tevékeny munkája volt a hivatalnak. Ezután is megköszönöm a munkájukat itt a televízió nyilvánosság előtt is, hiszen tényleg mindenkire számíthattam, és mindenki elvégezte tisztességesen tavaly is a munkáját a hivatalba. Az új piactér építésének pályázatával kapcsolatban Bordács József kiemelte, a hivatal hamarosan megköti a szerződést a kivitelezővel, és februárban már elkezdődhetnek a munkálatok. Önkormányzatunk elnyert egy vidékfejlesztési programban egy pályázatot egy helyi termelő, új helyi termelői piac építésére. Az elmúlt másfél hónapban lezajlott a közbeszerzési eljárás, és megvan a nyertes kivitelezőnk, és erről fog döntést hozni a képviselőtestület gyakorlatilag, és következő két héten belül megkötjük a kivitelezővel a szerződést, munkaterületet adunk, és február hónapban reményeim szerint elindul a kivitelezés ennek az új termelői piacnak. A 2024-es költségvetés összeállítása jelenleg még zajlik, azonban a hivatal és az illetékes munkatársak a februári ülésen már pontos adatokkal tudnak szolgálni. Számos fejlesztést tervez Kéty, így többek között sor kerül a 2024-es év során a temetőben található ravatalozó tetőszerkezetének megújítására, ami egy rég várt beruházás volt a településen. Fontos lépésként a polgármester megemlítette a faluprogram keretében vásárolt buszt is, ami jelentős segítség az itt élőknek. A Magyar Faluprogram keretében már megvalósult Kétyen a falubusz beszerzése, amely fontos szerepet tölt be a közösség életében. És ezzel a falugondnoki szolgálatunkat erősítjük. És jobban itt az időseknek azokat a dolgait segíti ez a szolgálat, amit maguktól nem tudnak megoldani, illetve a nem él velük hozzátartozó, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy a fiataloknak is rengeteg dolga van, és akkor ezeket a feladatokat a falugondnoki szolgálat oldja meg, illetve a szociális étkezésben is ez a busz szállítja át a zombai konyháról az ételt, és hordjuk ki a szociális étkezőknek. A pályázat célja az volt, hogy a kis lélekszámú települések falu és tanyagondnoki szolgálatainak működését, vagy a szolgálat létrehozását magas komfortszínvonalú, alacsony károsanyag kibocsátású és takarékos üzemanyag fogyasztású gépjárművek beszerzésével támogassa a Magyar Falu Program. Ez egy ingyenes szolgáltatás, annyi, hogy a falugondnokunkkal veszik fel a kapcsolatot igazából a rászorulók, vagy akik ezt igénybe szeretnék venni, és akkor a falugondnokkal egyeztetnek, ugye akkor nem kellek mindenhez én ilyen szempontból, vannak olyan dolgok, amiket természetesen nekem kell engedélyeznem, de ezeket az alapvető feladatokat, mint elmenni gyógyszerért, vagy elvinni a gyereket hirtelen az orvoshoz, ehhez hasonló dolgokat, ezeket elég, ha a falugondnokkal megbeszélik, és akkor ez természetesen így mehet. Jelentős beruházás volt az elmúlt évben a csapadékvízhálózat rekonstrukciójának elkészülte is, illetve még az idén megvalósul a Magyar Falu Program keretében a temető ravatalozójának tetőszerkezete. Temető ravatalozóján el szeretnénk egy féltetőt építeni, de ez nem olyan tipikus féltető, hogy a mostani nyeregtetőt meghosszabbítjuk, mint például ilyen mezőgazdasági épületeknél vagy valahol, hanem egy rendes, olyan
épületrészt raknánk mellé, ami ilyen fa lábakon áll, és akkor oda csavarozzuk az épülethez, és akkor végül is ennek az a lényege, hogy amikor esetleg esik az eső, vagy nagyon-nagyon meleg van, akkor ez akár árnyékot is tud adni, illetve meg tudja védeni a gyászolókat az időjárás viszontagságaitól. Gödrey Zoltán polgármester hozzátette, ezek a beruházások hatalmas előrelépést jelentenek a település életében, és fontos közösségszolgáló értékkel bírnak. Most rövid híreink következnek. A legférfiasabb dolog az apaság címmel indított plakátkampányt a Mi Hazánk Mozgalom és az Anyaország Alapítvány. A cél felhívni az emberek figyelmét a gyermekvállalásra és a családi értékek fontosságára. Ezen kívül a párt helyi szakszervezete a kampány során befolyt adományokból anyaotthon létrehozását tervezi Faddomboriban, illetve a már meglévő intézmények támogatását. Rengeteg visszajelzése van a Facebookon, és férfiak ezrei jelentkeznek a maguk bajával, nyomorával, fájdalmával. Szavak helyett jaj szavakat hallunk és olvasunk, ez arra utal, hogy bizony-bizony nagyon érzékeny húrokat kell pengetnünk, és nagyon kiszolgáltatottak a férfi társaink egy olyan világnak, ami nem apaközpontú. A tervek szerint minden eddiginél több, 2500 maskarás és 71 busolcsoport vesz részt a Mohácsi Téltemető tavaszköszöntő népszakáson az idén február 8 és 13 között zajló busoljáráson. A 15 helyszínen több, mint 160 hagyományőrző programot kínáló, két hét múlva csütörtökön kezdődő esemény 6 napjára mintegy 110 ezer látogatót várnak, tájékoztattak a szervezők. Folklór műsorokkal, néptánccsoportok fellépésével, táncházakkal, busolcsoportok bemutatóival, családi és gyermekprogramokkal készülnek a mohácsiak. Bonyhádváros kérdőíves formában kéri ki a lakosság véleményét a jövőben tervezett projektek kapcsán. Azt írták, kiemelt céljuk, hogy a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretein belül elérhető források felhasználása minél inkább a településen élők igényeinek figyelembevételével valósuljanak meg. A kérdőív Bonyhádváros Facebook oldalán tekinthető meg. A dombóvári Vindics Tóth Lili Anna a decemberi Honvéd MOL hónap sportolója szavazás közönségdíjasa, amit a mezei Európa-bajnokságon vegyesváltóban elért 6. helyezésével érdemelt ki. Az olimpikon az elismerést a Honvéd ügyvezető elnökétől, Gergely Istvántól vehette át. Egy város életében fontos szerepet tölt be a múzeum, hiszen a kulturális élet egyik fontos találkozóhelye. Idén is számos érdekes, izgalmas programmal készül a szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum. A múzeum nevel, oktat, élményt ad és inspirál. Képes életeket megváltoztatni, közösségeket megerősíteni és a társadalmat formálni. Bár senki nem vitatja szerepét és fontosságát, lényeges, hogy egyértelműen megfogalmazzák és világosan kommunikálják közösségükkel. Már csak azért is, mert a nem rendszeres látogatónak a múzeum látogatás értéke nem feltétlenül magától értetődő. Erről és a jövőbeli tervekről beszélgettünk Ódor Jánossal, a Vosinszky Mór Múzeum igazgatójával. Az informatika, illetve az internet széleskörű elterjedésével azért megfigyelhető, hogy az emberek egyre kevesebb találkozást, egyre kevesebbet találkoznak, egyre kevesebb eseményeken vesznek részt, és amikor voltak ezek a bezárkózási időszakok, akkor ez még inkább még nehezebbé tette a hétköznapi életet. Nagyobb online jelenlétet mutató ott szerintem minden kulturális intézmény ezekben az bezárt időszakban, nálunk is így volt, tehát sokkal-sokkal több online anyagot tettünk föl honlapunkra, közösségi oldalunkra, YouTube csatornánkra. Mivel az intézmény olyan közönséget is el szeretne érni, akik nem tartoznak rendszeres látogatóik közé, ezért nagy szükség van arra, hogy számukra is világos legyen, mit nyújthat az intézmény,
Az internet pedig ebben nagy segítség. A világ azért csak ebbe az irányba tart. Ellenben pont ezeknek a segítségével igyekszünk minél több embert megszólítani, és biztatni arra, hogy azokra a programjainkra, amelyek régi, jól bevált, vagy akár újonnan kezdünk és próbálkozunk, azokra jöjjenek el különböző korosztályok számára is, úgy gondolom, hogy kínálunk mindenféle kulturális múzeumokkal kapcsolatos program lehetőséget. Ez azért jelent kihívást, mert a rendszeres látogatók figyelmét elég felhívni egy új kiállításra vagy eseményre, illetve arra fókuszálni, hogyan lehet fenntartani hosszú távon az érdeklődést. Ezért a 2024-es évben is rengeteg programmal készülnek, hogy minél szélesebb kört lehessen megszólítani. Természetesen az egyik fő szempont, hogy minden évben részben fogadjunk Tolna vármegyéhez kapcsolódó művészeti, történelmi érdekességeket felvonultató műtárgyakat, illetve a saját magunk is csináljunk Szekszár történelméhez vagy Tolna vármegye történelméhez kapcsolódó tárlatot. És ez mind a kettő ilyen értelemben megvalósul. A Vármegyeházán 3 kiállítást tervezünk. Az egyik a Balogh Sándor Péter szobrászművész és József Hardenöl festőművésznek a közös kiállítása lesz. Többek között megvalósul még Weisz Béla grafikus művész kiállítása is, illetve a Gemenc Nagydíj kerékpáros rendezvény 50. évfordulója alkalmából sporttörténeti bemutatót szerveznek. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Szekszárdon a volt Dómusz áruház nyugati oldalán 2 hétvégén várhatóan nem lehet majd parkolni. Az Arany János utca és a Csokonai utca sarkán a volt Dómusz áruház helyén az épület átalakításával együtt a környező járda is új térkőburkolatot kap. A polgármesteri hivatal által kiadott hozzájárulás kiköti, hogy az épület nyugati oldalán elhelyezkedő parkolókat, amennyiben szükség van rá, csak hétvégén zárhatja le a kivitelező. A felújítás ütemezése alapján január 27-én és 28-án, valamint február 3-án és 4-én az érintett parkolók várhatóan el lesznek zárva a forgalom elől. Magyar sikerrel zárult Norvégiában megrendezett World Cheese Awards 2023. A versenyre 5 földrész 43 országából 4502 sajtot neveztek, amelyek közül 264 bíráló választotta ki a legjobbakat. A megmérettetésre nevezett magyar sajtok közül 2 arany, 5 ezüst, 4 sajt pedig bronzérmet nyert. Az agráriumban a versenyképesség feltétele a fejlesztés, ezért beruházásokban kell gondolkodnia annak a termelőnek, aki hosszú távon a piacon akar maradni, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető szerint a gyorsan változó körülmények közepette a mezőgazdaságban is felértékelődött az alkalmazkodás, ez viszont korszerű eszközök nélkül lehetetlen. Az agrárminisztérium biztosítja a szükséges forrásokat, 2027-ig 2900 milliárd forint áll a termelők rendelkezésére ahhoz, hogy beszerezzék az új technológiákat. A mezőgazdasági eszköz és gépforgalmazók országos szövetségének elnöke Harsányi Zsolt kifejtette, hogy a következő időszakot 2 nemzetközi trend, a talajvédelemre összpontosító zöld irányzat, valamint a precíz, hatékony munkát elősegítő fejlesztések határozzák meg. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ennek alkalmából több programmal is készül a Dombóvári Művelődési Ház. Légyképben címmel tartottak fotókiállítást a kulturális központban. Több, nem csak hazánkban készített felvételt nézhettek meg az érdeklődők Dombováron a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A képek által különleges pillanatokat örökítettek meg a fotósok, a tájak, portrék, tárgyak világáról. A klubról és a kiállításról nyilatkozott Nagy Csaba. A kiállítás úgy született meg, a mostani, hogy ugye a korábbi kihagyások a 2020-as év kihagyásai után hát úgy döntött a társaság, hogy összeállítunk egy régi időszaktól kezdődő képsort, mindenki személyesen saját maga leválogatja a képeit, és azt hozza be a kiállításra. Igazából én szabtam csak meg, hogy kinek mennyi fotója lehet fönn
kiállításon ugye az aktivitást vettem figyelembe. A képeket a különlegesség és a kreativitás alapján választották ki. Egy képbe fotóklub Dombaváron 2012-ben alakult, 2012 előtt egy éve egy fotószakkörként működött a MIPHAZ rendezésében. Tehát szervezésében, ilyen támogatásos rendszerben. A záró kiállítás követően a klub egyben maradt, vagy hát a társaság egyben maradt, és klubba alakult tulajdonképpen. A kiállítás március 20-ig látható a Dombavári Művelődési Ház előterében. A szervezők minden érdeklődött szeretettel várnak. Regionális híreink következnek. Indulhat a Harkányi csúszdapark építése. Orrfűről érkezhet a 16 méteres szerkezet. Gyermek első segély. A szülőknek nyújthat hasznos segítséget a mindennapokban az új applikáció. Így ápolják a hagyományokat. Schwab Bál Mohácson. Új életre kelhet az Orrfői Aquapark csúszdája információink szerint. A szerkezet egy másik baranyai város fürdőjébe költözhet, így olcsóbban kivitelezhető az ottani fejlesztés. Ezen a héten írták alá a kivitelezési szerződést, május végére készülhet el az új csúszdapark. Az Orrfői Aquapark csúszdája óratoronnyal ezen a korábbi felvételen. Ezt a létesítményt 2020 óta nem használják, azonban a csúszda most új életre kelhet Harkányban, információink szerint. A baranyai kisváros fürdőjébe költözhet ez a szerkezet. Harkány ugyanis csúszdaparkot épít a fürdőben, de ezt minél takarékosabban szeretné megtenni. Itt elsősorban azért gyorsan elérhető és azért olcsóbb csúszdában gondolkodott a fürdő, ezért szóba került több magyarországi olyan csúszda, ami már üzemben volt korábban, de újraépíthető, felújítható. Úgyhogy a vége az lett, hogy nem meghatározva, hogy honnan és milyen csúszdát szerez be a kivitelező, egy 5 pályás vízi csúszdáról van szó, torony magasság az, ha jól emlékszem, 16,5 méter, tehát ez, hogyha a fürdőterep viszonyait figyelembe vesszük, akkor Harkány egyik legmagasabb pontja lesz, ha nem a legmagasabb. Tavaly ősszel és télen lezajlott a közbeszerzési eljárás, kiválasztották a kivitelezőt. Január 22-én aláírták a szerződést. A csúszda kivitelezése az 218 millió forintba fog kerülni, a tervezés pedig 7 millió forint, tehát összesen így a két tételt összeszámítva ez 225 millió forintba fog kerülni, és egy teljesen újszerű állapotú garanciális csúszdát fogunk ezért kapni. Május 25-ére kell elkészülnie a Harkányi létesítménynek a szerződés szerint. A polgármester azt mondja, a fürdő a kormányzat segítségével új gazdasági szakaszba érkezik idén. A hosszú és kitartó, együttműködő, szívós munka, én úgy gondolom, hogy kezdi meghozni a gyümölcsét. A tekintetben is, hogy a Harkányi fürdő, mondom, a Harkányi Gyógyfürdő ZRT hosszú-hosszú évtizedek után úgy tűnik, hogy ez év júniusában hitelmentessé válik. Tehát azt a milliárdos nagyságrendű beruházási hitelt, amit több mint 25 éven keresztül görgetett maga előtt a fürdő, és nagyon nehezen tudta leküzdeni, az elmúlt 10 évben ez lendületet tudott venni, és ennek a végére értünk. Fürdő nélkül nincs Harkány, mondja Baksai Tamás, ezért fontos a fejlesztés és a takarékos működés. Ezért szeretnék például a napenergia hasznosításával csökkenteni költségeiket, vagy a csővezetékrendszer korszerűsítésével a működési kiadásokat mérsékelni. Közben új medencék létesítése is tervben van, azonban ehhez szükséges a központi kormányzat segítsége is. Elindult, és már letölthető az a mobil applikáció, amely a szülőknek nyújthat hasznos segítséget a mindennapokban. A gyermek első segély útmutatást ad, hogy mikor kell mentőt hívni, és mit tegyünk vészhelyzetekben a mentők kiérkezéséig. 10 másodperces videókban mutatják be a teendőket, és arról is írnak, hogyan előzhetők meg a balesetek. Az appot a Magyar Gyermekmentő Alapítvány hozta létre a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. Az új applikációval ismerkedik ez a szőlősgyöröki család. Kislányuk 11 hónapos, szerencsére, mint mondják, nem túl beteges. Ennek ellenére már volt olyan eset, amikor megijedtek.
Igazából ilyen magasláz, éjszakai magasláz tünetekkor is, hogy hirtelen nem tudtuk, hogy most akkor hidegfürdőt vegyünk, adtunk neki lázcsillapítót, az azonnal nem húzta le, és akkor azért egy kicsit az éjszaka közepén volt egy ilyen kis stressz, de hál' Isten azért átvészeltük. Az ilyen esetekre is ad iránymutatást és megnyugtató segítséget az új mobil applikáció, a gyermek első segély. Hasznosnak találom, sőt jó, hogy ugye a mai világban mindig az ember kezében van a telefon, és állandóan pörgeti már csak időmulatásnak is, és akkor legalább töltjük hasznosan, tehát el tudjuk olvasni, fel tudunk készülni az ilyen esetekre, mint ami például nekünk volt ez az éjszakai láz, hogy nem kell azonnal stresszbe kerülni, vagy mit tudunk akkor tenni a gyermekkel, fel tud készíteni, és hogyha nagyon nagy a baj, akkor esetleg még ugye, tudjuk, hogy mikor hívjunk mentőt, vagy további segítséget. Pál szerint az applikáció nem csak akkor segítség, ha már baj van. A szülők fel is tudnak készülni egy esetleges baleset vagy betegség esetén a teendőkre. Hiába gondoljuk úgy, hogy minden esetre fel vagyunk készülve, vagy főleg, hogy még nem tapasztaltuk meg, hogy milyen is az, amikor ilyen szituációba kerül az ember. Vagy azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mit is kell tenni, de azért nem árt, hogyha elő tudunk készülni, vagy fel tudunk készülni, el tudjuk olvasni, és aztán az applikáció segítségével ezzel fel is tudunk készülni. Az applikáció ingyenesen letölthető, ahol 10 másodperces rövid videók be is mutatják a legjellemzőbb baleseteket, betegségeket, segítséget nyújtva a szülőknek a teendőkben. Fontos szerepet játszanak a német nemzetiségi hagyományok Mohácson. A város német önkormányzata minden évben január végén kulturális műsorral egybekötött svábbált rendez az ifjúsági centrumban. Az esti bálon a platin zenekar felelt a jó hangulatért. Régi hagyománya van a svábbálnak Mohácson. A bált színvonalas kulturális műsor előzi meg, szerencsére egyre több látogatónak örvend a rendezvény. A hagyományos svábbálunkat a német önkormányzattal már több 10 éve rendezzük meg. Mindig ezzel kezdjük az évet, ez az első programunk. Minden évben egyre több a látogató, idén is nagyon sokan érkeztek a rendezvényre. A szervezők igyekeznek minden évben más magyarországi német kulturális csoportokat meghívni. Idén külföldről is érkeztek fellépők. Igyekszünk minden évben más és más kulturális csoportokat meghívni. Már hagyománya van annak, hogy a kórusunk, a Zingendekvelle fellép. Ebben az évben meghívtunk egy német kórust Vukováról. Itt sok német él, ezért gondoltunk rájuk. Fontosnak tartjuk, hogy magyarországi német kulturális csoportokat is hívjunk, ezért ma a Himesházi Tánccsoport is a színpadra áll. Himesházáról a Junge Hipster Tánccsoport mutatta be produkcióját. A tánccsoportunk 2021-ben alakult, olyan fiatalokból, akik már kijárták az általános Himesházán, és az Anikó, a tánccsoportunk vezetője, ő hívott vissza minket, hogyha lenne kedvünk hozzá, akkor maradhatnánk ugyanígy egy nagyobb tánccsoport. Ezek a kulturális rendezvények a hagyományok ápolása és továbbadása érdekében fontos szerepet játszanak. Úgy gondolom, ezek a rendezvények összehozzák az embereket. Vendégek érkeztek Pécsről, Budapestről, Újpetréről, tehát nagyon sokan itt vannak. Így közösen tudjuk ápolni a kultúránkat. Az érdeklődőket számtalan hagyományőrző program várja Mohácson. A svábbál mellett az egyik legnagyobb rendezvényük a minden évben nyáron megrendezett Dunamenti Halfőző Fesztivál. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Testületi ülés. 8 napi rendi pontról döntöttek Faddon. Faluprogram Kétyen. Számos elképzelés megvalósul az idén. A múzeum érték. Idén is sok programmal készül a szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum. Kiállítás megnyitó. Fotókat tekinthettek meg Dombóváron. Pénteken délelőtt még élénk, erős szél fújhat a középső ország részben, de napközben ott is mérséklődik a légmozgás. Az ország nagyobb részén napos idő lesz, majd nyugat felől felhősödésre számíthatunk. Estig csak kisebb eső fordulhat elő. A januári átlaghoz képest enyhe marad az idő. Friss híreinkkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket.
Viszontlátásra!